Jelentős károkat okozott a kukoricatermésben is az aszályos időjárás tavaly nyáron. A vármegye, de talán az ország egyik legszárazabb területe a Nyírség. A magyar kormány KEHOP pályázati forrás biztosított a térség területén belül az Észak-Nyírség sajátosságaihoz illeszkedő vízgazdálkodási projekt munkálataira. A program célja a Nyírség területének sajátosságaihoz illeszkedő vízgazdálkodási, illetve tájhasználati beavatkozási módszerek kialakítása, a gazdálkodási feltételek és az ökológiai állapot javítása. A projektnek a sikerét az fogja okozni talán, hogy sikerült a tervezést is úgy végezni, hogy ez összhangban van az éghajlatváltozással, és itt jön bele a megyei önkormányzat egy picit. Amellett, hogy persze fontos, hogy hogyan élnek itt az emberek, milyen jövedelmet találnak, milyen élhető környezetet a következő évtizedekben, sőt talán évszázadban is, hogy a bármegyei önkormányzatnak mindegyiknek kellett klíma adaptációs tervet készíteni, ezt aktuálisan felül kell vizsgálnunk, és ez a projekt meggyőződésem szerint egy klímaadaptációs projekt végső célkitűzését tekintve. A szakembereket tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István is. Általános probléma Magyarországon a vízhiány, a potenciális vízkészletek csökkenése, és ez kiemelten érvényes itt a Nyírségben, hiszen már a Nyírség vízpótlásáról lesz szó. Nem csak a hátság tekintetében, hanem a Tisza folyó mellett is problémát jelent az, hogy jelenleg nem elérhetők a vízkészletek, egyrészt a klímaváltozás miatt, egyrészt a túlhasználat miatt, tehát nagyon sok vizet használunk, és harmadrészt a folyómedrek süllyedése miatt, és ezeket orvosolni kell, nem csak itt a Nyírségben, hanem sajnos egész Magyarországon gyakorlatilag. A terveket készítő cég ügyvezetője Gacsáy József tájékoztatójában elmondta. A fejlesztési tervek elkészültek. Azok megvalósításához a vízgazdálkodási ágazat, az önkormányzatok, az agrárium és a természetvédelmi civil szervezetek összefogására van szükség. Újra gondolásra van szükségünk a meglévő vízgazdálkodási rendszerek vonatkozásában. Tehát nem elegendő, hogy mi most megtalálunk olyan megoldásokat, ahol a meglévő rendszereket vízpótolni tudjuk, hanem ott azokkal a vizeket helyben gazdálkodni kell tudni, tehát meg kell tartani, és ehhez terület kell. Maga az ágazatnak terület nem áll rendelkezésére, mert vannak a csatornák korlátozott lehatárolással, de vannak a mezőgazdasági terület, vannak a gazdálkodók, vannak az önkormányzatok, vannak természetvédelmi területek, ahol egy tájhasználatváltással ezeket a felhasznált vízkészleteket ki tudjuk vinni a területre, és megpróbáljuk ezeket a negatív folyamatokat visszafordítani, hogy a természet utána már tudja a dolgát. A konferencián elhangzott. A Nyírség vízpótlás terve gyakorlatilag készen van. A közeljövőben a folyókra vonatkozó tervek készítése történik. A projekt keretében előkészített fejlesztések hozzájárulnak a vízhiányos területek vízháztartásának javításához, elsősorban a vízvisszatartás eszközeivel, illetve a visszatartott vizek hasznosítását segítő több régiót érintő vízpótló és elosztó rendszerek rekonstrukciójával és kiépítésével.